dances above the death cries of 300 men. A Zoo című film Leonidas történelem professzorok által alátámasztott és hitelesített életrajzi dokumentumfilmje. Az egyetlen autentikus történelmi film, amiről tényleg elhiszem, hogy így történt. Leonidasnak gyerekkorában megmutatják, milyen hangot ad a pajzs. Ezzel tanítása véget ér, mehet is a búzamezőkre gyapotot szedni. Szörnyű gyomorgörcsökkel küzdve észreveszi, hogy nem húzott zoknit, ezért porólóvassal improvizációs bábjátékba kezd a barlang falán. A szomszéd falu grafikus dizájnere megmutatja az ügyfeleknek, hogyan képzeli el a Ferrari logóját a jövőben, de ez nem nyeri el a tetszésüket. Amúgy is minek állt olyan közel ahhoz a puszta kézzel, matematikai pontossággal kivésett szabályos kör alakú kúthoz, amiben megelőzően legalább a fél falu beleesett már. De ha megbeleesik, az ugye Spártában természetes kiválasztódás jelent, szóval nem kár érte. Nem tudtam, hogy ez ilyen Leonidas csak kétféle módon tud kommunikálni, jelbeszéddel vagy teli torokból ordibálva. We died in hell! Mi az anyádat idegeskedsz nála? Az áthullatott asszony döngetős éjszaka olyan jól sikerül, hogy reggel a búzamezőn fecskében ébrednek Supermannek öltözve. Drága barátaim! Csókolom a seggeteket! Jó, ha ez így jobb, még valamit mondtam. Jó. Örülök, hogy ide toltátok a ronda pofátokat! Rájönnek, hogy együtt bulisztak a két Lukáccsal, Bicskei Lukáccsal és Lukács Lászlóval, a tankcsapda frontemberével. Olyan jól összeverdúválódtak, hogy elindulnak megkeresni a Szent Grált, és nem visznek magukkal se ételt, se italt, csak egy citerát, aminek a hangjával jól laknak. Félúton összefutnak Pataki Attilával, aki figyelmezteti őket a világ végére és a medvedisznó emberek eljövetelére, de ők ezért kinevetik, mert már kimosta az agyukat a média és az internet. Te! Ott! Mi a mesterséged? Az enyém Molnár! És neked? Tanító! Hát neked? Útépítő munkás! És neked? Orvos! Hát neked? Kőműves! És neked? Vasutas! Hát neked? Kereskedő! És neked? Paraszt! Mi a mesterségetek?
Az jó szakma, én is az akarok lenni. Időközben viharossá korbácsolódik a tenger, mert nem építettek templomot Neptunusnak a Cézár 3-ban, de közben sem felejtenek el Windows háttérképekhez és fitnessterem plakátokhoz pózolni. Lukásnak elönti a szar az agyát, amikor megtudja, hogy a Galaxy S5 is műanyagból lesz. Addig Carl Cox játszik egy kis tercsnót a mobil DJ pultjában. A közönség pedig ezt azzal hálálja meg, hogy szájjal partvist egyensúlyoz. Megvan, ezt csinálja! Olimpiai bajnok! Jól van, gyerekek, csak nehogy beleeshetek a 200 méter átmérőjű 7 km mély kútba, ahol még korlát sincs. Ám ekkora máltai solyom szeretett szolgálat adományainak gyöngyösi szétosztásakor elszabadulnak az indulatok. Mi folyik itt Gyöngyösön? Odafigyeltek már, emberek! Megismerkedünk az autentikus perzsa harci viseletekkel és az őshonos iráni állatfajokkal, mint például az óriás rinocérosszal és a rákemberrel, amit a film után minden történelem dolgozatomban megemlítettem forrás megjelöléssel. A kelták vezére Asterix féktelen haragra gerjed, amikor megtudja, hogy amíg maga tehetetlen részeg volt, barátai szétszegecselték a testét és kihúzták a szemöldökét filccel. A sasszemű Legolasz megpillant egy kialakuló herpeszt Asterix ajkán és utolsó erejével segítségére siet. Leonidas borzalmas kínokat él át, amikor Legóra lép, majd a gallokkal megvalósítja gyerekkori álmát és élő tűpárnává válik. Ha én meghalok, elvisznek az angyalok, felviszek egy korsósört és megkínálom a Szent Pétert. A film végére az alkotók render farmot fejlesztettek, és így már több tízezer spártai tudtak elhelyezni egy felvételen, anélkül, hogy összeomlott volna a rendszer kék halállal. Nem hiszem el, hogy még mindig nem értem le az alját!